ágazatoknál polietilén habot vagy expandált polisztirén habot kell alkalmazni a kopogó hang falra való átadódásának megakadályozására. Ez egyben egy dilatációs réteget is képez az ide kerülő betonnal kapcsolatban, tehát a beton tud hőmozogni és tud összenyomódni, mert pont ez a puha réteg lehetővé teszi azt, hogy a beton tudjon tágulni és helyezkedni, és nem a falat, meg nem a burkolatokat repeszti, meg nem saját magát. És ez egy olyan polietilén hab, ami fél egy centi vastagságával lehetőséget ad arra, hogy mind a beton tudja dilatálódni, és a puhaságával pedig az, hogy a kopogó hang, a padlóra érkező hang, például egy tűsarkucipő, vagy egyáltalán rajta való lépkedésnek a hangja, a terhelése, rezgése ne adódjon át a falakra, mert különben a már következő helyiséget, a szomszédos helyiséget hangterhelése látja. Tehát ez a kopogó hang ezen a puha anyagon nem tud továbbítódni a szomszédos helyiség felé, tehát ez egy hangvédelmi réteg is, egy akusztikai védelem is egyúttal a dilatációs funkció mellett. Ezután jöhet a beton, ami aztán járhatóvá teszi ezt a padlót, amin most vagyunk.